Köszönöm szépen, jó látni benneteket, jó, hogy ilyen sok ember van itt közöttünk, és van egy még jobb hírem, hogy rövidesen még többen leszünk. Kedves barátaim, nehéz hét év áll mögöttünk, amelynek a szomorú eredménye egy beteg, tönkretett, szétszakított ország. Orbán Viktor az elmúlt hét évben nem kormányzott, nem törődött a bérekkel, a nyugdíjjal, az oktatással, az elszegényedéssel, nem törődött semmivel. Helyette hazug propagandát folytatott, sikert hazudott, gyűlöletet keltett, a társadalmat darabjaira szakította. Pontosan tudjuk, hogy ez ma a valóság Magyarországon. A kormány holdudvarát alkotó elit milliós fizetésekből és persze lopott pénzekből luxus körülmények között él, a nagy többség, a sokak pedig a mindennapok gondjaival küszködik. Hiszen a bérek, amit a hajnalban kelő egész nap keményen dolgozó emberek a munkájukért kapnak, alig tart ki a hónap végéig. Tanárok, orvosok, ápolónők, családgondozók, szakmunkások szembesülnek azzal, hogy ez a kormány semmibe veszi a munkájukat. Sem társadalmi, sem anyagi elismerést nem kapnak. A családokat pedig tönkre teszi az anyagi, a szociális bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a gyerekeik miatt érzett aggodalom, félelem a holnaptól és a jövőtől. Ezt a helyzetet tapasztalják meg a gyerekek is. Pontosan tudjuk, hogy ma Magyarországon a 7 év alatti gyerekeknek közel fele, tetszenek érteni, közel a fele szegénységben él. Több mint 100 000 gyermeknek kell szembenéznie az állandó nélkülözéssel, és több 10 000 olyan kisgyerek él ebben az országban, akik rendszeresen éheznek. Gyerekekről beszélek. 2017 Magyarországáról beszélek, Orbán Viktor uralkodásáról beszélek. Ezeknek a gyerekeknek sokszor csak álom az, ami nekünk természetes. Ezeknek a gyerekeknek ez a kormány ellopta a jövőjét, a normális életre való reményét. Vagy mondjam az iskolákat? Soroljam a lepusztult iskolaépületeket, a rideg, néha fűtetlen tantermeket, a végtelenség elfáradt, alulfizetett pedagógusokat, a hiányzó iskolapszichológusokat, családgondozókat? Az Orbán kormány oktatási politikájának köszönhetően ma gyerekeknek a százai, ezrei, sőt tízezrei funkcionális analfabétaként hagyják ezt az iskolát, nem rendelkeznek használható tudással, legfeljebb elmehetnek közmunkásnak. Ezeknek a fiataloknak az életét is drámai módon tönkretette ez a kormány. Ez is jól mutatja, hogy ez az ország szétszakadt, ízekre szakadt. A miniszterelnököt nem az emberek gondjai érdeklik, hanem a felcsúti foci csapat éppeni eredménye. Azok a családok pedig... Azok a családok pedig, amelyek minden erejüket megfeszítve szeretnék gyerekeit a felsőoktatásba bejuttatni, azzal szembesülnek, hogy ez ma már külföldön sokkal egyszerűbb, mint Magyarországon, hiszen Magyarországon csak az lehet orvos, közgazdász vagy ügyvéd, akinek a családja meg tudja fizetni a sokszor irracionális tandíjakat, meg az megélhetési költségeket. Újabb jele ez annak, hogy Magyarország, a magyar társadalom szétszakadt, hiszen azzal, hogy nincs felsőoktatás, ennek az országnak a jövője is veszélybe kerül. És végül hadd említsem meg, hogy az Orbán kormány nem csak a szegényeket, a gyerekeket, a fiatalokat, de az időseket is magukra hagyta. Azt gondolja, hogy egy-egy csekkel választások előtt meg lehet vásárolni az idősek, a nyugdíjasok szavazatát. Nem tett egész 7 év alatt semmit azért, hogy az idős emberek kiegyensúlyozott körülmények között, emberi méltóságukat megőrizve, tisztességes módon tudjanak élni. Miről másról szól ez a történet, mint arról, hogy Magyarország szétszakadt. Ma sokaknak nem jó ebben az országban élni. Nem jó, mert az Orbán kormány elvett tőlük mindent, ami reményt adhat a jövőre. Nincs jó oktatás, nincsenek tisztes megélhetés biztosító bérek, nincs nyugodt öregkort lehetővé tévő nyugdíj. Orbán és kormánya zsákutcába vitte ezt az országot, és ebben a zsákutcában minden, de minden szétrohad, minden megsemmisül, ami egy társadalmat összetart. Mi nem ilyen országot akarunk. Mi egy összetartó, befogadó országot akarunk, és azt is pontosan tudjuk, hogy ezt hogyan lehet és hogyan kell megcsinálni. Kormányba kerülre összerakjuk, összehozzuk Magyarországot. Köszönöm, hogy itt voltatok.